Sziasztok! Most vasárnap reggel van. Ilyenkor ki kell takarítanom a konyhát, felmosni, a mosatlanokat elpakolni, az ujjakat megcsinálni. De ami ilyenkor nagy feladatom, az kitakarítani a csincsinának a ketrecét. Úgyhogy gyertek velem, nézzétek meg, hogy hogyan csinálom, ha ez érdekel. Szeretem azt, hogy ez a ketrec egy kerekeken van, ide csak betolom. Ezeket én csináltam neki egyébként, mert megvartam, törölköző van közte, ezt szeretik, ezt a fleece, nem tudom, hogy otthon mi a neve. Ezt a Walmartban vettem az anyagot, és akkor így megvartam neki. De ezt például lehet itt ilyen turiban is találni, ezt turiban találtam, ilyen gyerek takaró volt, és akkor ebből is csináltam neki a ketrec alá. Általában a ketrec alá tenni kell egy, ez is egy ilyen kis gyerektakaró, de tenni kell egy ilyet, mert olyan nagyon kupis. Tehát így is ide tennem kellett ilyen védőfalszerűséget, mivel nagyon sokat kap ki, és ez össze-vissza megy mindenhova. És ezt nem szeretem, úgyhogy ez így megfogja. Nézzétek! Nem tudom ilyenkor, mikor feltakarítok utána, nézzétek milyen kis kupis. Ez marad utána, ezt mindet fel kell takarítanom. Most nagyon örül, azt hiszi, hogy ki fogom menni innen, vagy hogy kap valami nasét. Kokonát, de nézzétek, nagyon sokat kakja. Állj, kokonát, ilyenkor úgy szoktam, hogy adok neki egy kis nasit, hogy eltereljem a figyelmét, és ide beteszem a homok, nem homok ez, hanem ilyen por, ilyen vulkán hamu, nem is tudom. Ilyen beteszem, és akkor ez így lefogja itt ezt a lyukat, és akkor ki tudom takarítani alatta. Kokonát! Nem szeret egyébként, hogyha simogatjuk, meg simizzük, meg fogdossuk. Ő el van magának. Ő úgy van vele, hogy adjatok kaját, aztán hagyjatok békén. De olyan kis puha. Én meg nem szeretem, mert szeretem egy kicsit megsimizni, ne nagyon szokja azt, hogy el van hagyatva, úgymond. Legyen egy kicsit social, szociális. Kókusz! Kokonát! Na, most ez tetszik neki. Vigyázni kell arra, hogy a hőmérsékleten ne hevüljön fel, úgyhogy ide szeret menni ebbe az üvegbe. Mert ez mindig hideg, illetve ilyen nagy köveken szeret lenni. Minden cétrág. Ezeket hoztam itt az erdőből. Ezeket már lerágtam majdnem teljesen. Na, visszateszlek, és akkor mutatom, hogy mit csinálok. Tehát azt csinálom, hogy ide betettem ezt a kis akadályt, tehát nem fog tudni lejönni, és akkor ezeket mindent kiveszem. Amikor egy ilyen... Hoztam ugye, hogy nincsenek már a boltokban papírzacsik, de... Vagyis hát egy műanyagzacskók, de papírzacsik lehet venni, vagy adni. Ilyenkor ilyen a kis is dolgait ebbe beleteszem, és akkor majd kiviszem kimosni. De mielőtt kimosom, ki kell rágni. Okay. Valamint egy kis gyerek, ezzel szeret játszani. Okay.
Okay, akkor át. Here we go. Ez megy alá. Felzöltöm a vizét, adtam neki kaját. Remélem látjátok. Adtam neki kaját, felzöltöttem a vizét, kicseréltem ezeket, ezeket ki kell mosni, ki kell rázni. Van alatta még egy ilyen tálca, amiben ilyen pisinek kakia van. Ezt most nem fogom itt megmutatni a kamerán keresztül, de ezt még ki kell vennem, így kijön, és akkor ezt ki kell vigyem. Fel kell tölteni a vizét, letörölgetni a kereket. A kisállatoknak rengeteg minden van. Az emberek úgy tekintenek a kisállatokra, a kutyák, cicákra, mint hogyha a gyerekeik lennének, és nagyon-nagyon sok kiegészítő van a kisállatoknak. Ebben is például nézzétek, van egy kis kacsa, jelzi, hogyha lemenne a víznek a szintje. Lehet millió kiegészítőt venni. Ugyanakkor vigyázni is kell, mert én azt hallottam például a csincsilláknak, hogy ezek a kisállatboltokban, amiket így commercially, így nagy forgalomba hoznak, általában nem is jó nekik, tehát például ezt a kereket is rendeltem egy speckó embertől, akinek Etsyn van ilyen kis boltja, és ők csinálják ezeket a kereket a csincsilláknak, mert amik a boltban vannak, a műanyag a gerincüknek nem jó, mert túl picike, és ez például fémből van, tehát a műanyagot, ha megrágja, akkor a gyomruk beteg is lehet, és semmi műanyag nincsen a ketrecében, csak üveg, fa és ez a vas. Ez egy olyan komoly szerkezet egyébként. Úgy csinálták meg, aki ezeket így gyártja, hogy ez jó, a csincsilának 15 évig is. Nagyon szereti minden éjszaka, beleugrik, aztán tekeri. Most, ilyenkor örülöm. Kicsit koszos, de ilyenkor azt kell csinálni, hogy fel kell porszívóznom, amit mutattam, a takarókat ugye kirázni, kivinni, kimosni. Ez egy vasárnapi reggeli program nekem. Na gyertek, megmutatom, hogy kókusz mit művel itt. Hello, coconut! What are you doing? Nagyon szeret ezt a kis játékát. Ez még talán inácskájuk volt.
de Nyulácsukat nem igazán érdekelte. Meg ezen alszik. Amikor felpattan, szétnéz, lecsekkolja, megszaglásza, mi újság van. Szeretne kijönni, de ha meg kijön, akkor elszabad. Coconut! What are you up to? Huh? What are you up to? Nem szokott megkaradni egyébként, Ninácska, hogyha nagyon simogatná és nem akarja, akkor morog. De megkaradni nem szokott. Most el is köszönök. Már ez ennyi volt, egy kis állatos videó. Ha tetszett a csatornám, akkor iratkozzatok fel. Sok puszi nektek, sziasztok! Kokonáci, bye! Na nézzétek, ki is van takarítva. Most örül, el van magának. Azt akartam majd elmondani, hogy most ezeket a ruhákat hajtogatom éppen. Tegnap voltam, a könyvtárban volt olyan, hogy clothing swap, ami azt jelenti, hogy mindenki hoz egy táska ruhát, akinek ami már nem kell, kinőtte, ilyesmi, és válogathatsz, hogy mit szeretnél elvinni. Minden teljesen ingyen volt, Minácsikának örültem, mert találtam egy téli kabátot, illetve egy pólókat, még tesómnak is találtam egy pólót, magamnak pár cuccot, akkor ilyen kis unikornisos köntöst. Aminek én nagyon örültem, az ez volt, kis malacos esőkabát. Apukám hentes volt, és Ninácska kedvenc állata a kis malac. Itthonra. Ezek itthoni cuccok. Most megrendeltük, kb. $400 volt ezek az iskolai uniform. Aztán, amikor ezek megjönnek, ezek csak az iskolába használhatja őket. Van külön gym, edzőtermi, kabát, pólók. Na, ezek ugye megveszük a sulira, és akkor például elmentem tegnap erre a clothing swapra, ezek csak ilyen itthoni cuccok. De én itthoni cuccoknak, magamnak is találtam egy pólót, itthoni cuccoknak, például takarítom a csincsillát, teljesen jó. És mondom, ingyen volt, és ez különben a landfillben végezni, a kukában, mert senkinek nem kellene. És ez egy tök jó ötlet. Szerintem otthon is ezt jó lenne, ha többen csinálnának ilyesmiket. Nézzétek, ezt is tegnap találtam, egy zarás téli kabát Ninácskának, valamint magamnak találtam egy ilyen táskát, pénztárcával van, egy vegán bőr. Rajta van a címke, minden. Nézzétek, a PETA támogatja. De van benne egy pénztárca is. És hogyha ezt nem hozom el tegnap, akkor, vagy hogyha aki nem, nagyon-nagyon sok ruha még így is kimaradt, azt neki adományozzák a templomnak. Talán így jobban látszik. Na, ezt is találtam, és aminek örültem, illetve olyan felsőt, ami itt ez az Express, ez nagyon jó márka. Express a neve. Látjátok? És címkés felső volt. Ez is jó. Valamint itt mutattam még meg. Találtam egy táskát, ami nekem nagyon tetszett. Az itt van, megmutatom. Látjátok, anya-lánya táska, nekem ez nagyon tetszett. Kimostam persze, amikor mindent kimosok, de ezen is címke volt, minden bevásárlósnak teljesen jó lesz. Na most ezeket el kell pakolnom. Most, hogy a GoPro van, megmutatom a növényeimet. Ezt én növesztettem, kollégám adott egy picike hajtást. Kaktuszaim. Ide ki szoktam tenni az ananászt és a mangót, hogy egy kicsit jelleljem. Kaktuszom. Ez az amerikai afrikai füge. Ez elvileg 2 évig kellene, hogy éljen. A csikézős növényünk, a mimóza. De ez már 4 éve itt van. Idén magokat is hozott. Illetve kint láthatjátok a paradicsomomon kezdtek paradicsomok nőni. A süsító paprikámnak nagyon-nagyon örülök. Illetve a bazsalikom eszik a kopasz csigák, de jut belőle nekik is. Tehát már Ninácska csinálja most az iskolai projektjét, a babbal és a tökmaggal. Azt mondta, hogy elkezdett nőni, de megint nagyon öntözte. Jól van, lelkes csinálja. Na, ennyit szerettem volna mára, sok puszi nektek, sziasztok!